Szervusztok, mi vagyok, és ez itt ismét Vintage Story Banán módra, és nem Minecraft, akármennyire úgy is néz ki. És igen, megígérem, hogy ezt a viccet többet nem fogom ellőni. Ahol reggeledik, egészen nappalodik az elő. Ezt a Pathmodot lehet ki fogom nyomni, mert egy csomó világot feleslegesen felveszünk. Na mindegy, szóval az előző epizódban még csak itt elindulgattunk, találtunk szerencsére egy ilyen kis trader campet, ami egy modból jön, de nagyon hasznos, hogy nekünk ez itt van, ugyanis éjszakára itt tudtunk maradni, és nem haltunk meg. És itt a környéken még nem néztünk olyan hűd nagyon körül, úgyhogy ez az egyik dolog, amit szeretnék megtenni ezt ebben a videóban, amíg a Pitkian a nap végére körülbelül el fog készülni, illetve egy másik célom páncélt készíteni, ugyanis hardcore-ban játszunk. Általában nem szoktam, de itt most teszek egy kivételt. Egy másik dolog pedig az, hogy szedtem még le egy pár modot. Az egyik belőlük az az, hogy attól függően, hogy az offhandünkben van-e valami, a hunger rate az egészen föl tud menni, ami azt jelenti, hogy csak olyankor veszünk valamit offhandbe, amikor tényleg szükségünk van rá. Ezen kívül egy másik mod még, amit leszettem, az egy ilyen randomizernek lehet mondjuk hívni, aminek pedig az a lényege, hogy receptek kicsit meg vannak módosítva az eredeti játékhoz képest. Nem így hűde a fejükre állítva, de néhány recept más lesz, és én feltételezem, hogy nehezebb, mint az alapjátékban. Na, itt van rengeteg sok clay, ezt kerestünk múltkor viszonylag sokáig, de aztán csak lett. Még több gejzír szintén, ezeket nem tudom, hogy észrevettük a múltkor. Na szóval, nyissuk fel most a... Menjünk, próbáljunk ki valamit. Beletem ezt a nyulat. Belesétál, és úgy néz ki, hogy sérül tőle. Szóval ezekből még lehet, hogy valami ilyen állatcsoptát fogunk csinálni. Na de, Survival Handbook, és én szeretnék itemnél egy olyat keresni, hogy armor... A leather armort, amelyik elmegette az összes armort, amelyik elég messze állunk. Azt hiszem. De tudom, hogy van egy... Helyünk nem, ott volt. Improvised body armor. Na, próbáljuk meg ezt megcsinálni. Én azt mondom. Kell hozzá, igazából ilyenünk van, olyanunk van, és késünk is van. Ez valahogy így nézett ki, igaz? És mennyi... Ez úgy néz ki, hogy nem módosítja a hunger rate-et, ami jó, mert a legtöbb armor az igen. És másféle armort szerintem nem tudunk csinálni. Igen, a leather helmettől még messze vagyunk. Flux-től elég messze vagyunk, minden mástól elég messze vagyunk. Egy straw hatet tudunk csinálni például, de az csak warmth-ot ad, amire most nincs szükségünk, mert tavasz van és aztán nyár lesz. Úgyhogy ez ok. Na, úgyhogy ez volt az egyik cél, és a másik cél pedig csak úgy nagy általánosságban körülnézni a világban, és keresni dolgokat. Kifejezetten akár egy bázisnak való környéket is, ugyanis jó sokáig maradhatunk akár tényleg ott a Trader Campnél, de én szeretnék minél előbb egy permanens bázist elkezdeni csinálni, és a gondolataim ezzel kapcsolatban még azok, hogy az előző epizódnak a legelején találtunk össze romokat ott valahol arrafele, a folyó túloldalán, és onnan el lehet hozni a blokkokat, és azok nem olyanok, mint a dört, hogy nem esnek le,
és egy kicsit talán esztétikusabb is minden falunkat dirtből megépíteni. Úgyhogy próbálkozzunk meg azzal. Na és az előző epizódban találtuk valahol itt erre fele, ezeket most nem kell nálam legyenek, szóval valahol erre fele, ahol a folyó belemegy a domboldalba, találtunk egy egész pofásan kinéző egy kis üreget, ami hasonló volt, mint amit az első epizódban találtunk, és mondtam, hogy ez nagyon jó lehet nekünk majd a bázishoz ide kiépíteni, és egyelőre nekem továbbra is tetszik. De nézzük meg, hogy egyáltalán ez milyen. És én azon gondolkozok, hogy most nincs fejszénk, de próbáljunk fát vágni és átblokkolni a folyón, mert elúszni rajta egy kicsit szenvedős volt múltkor. Úgyhogy csináljunk egy X-headet. Szépen kipattintjuk. És aztán lerakjuk a földre, rakunk hozzá egy izét, és rakunk hozzá kötözőt. Mert szintén egy modban, amit leszettünk, így lehet az eszközöket csinálni, hogy úgy kell kneppelni. Vagy nem az alapból van, hanem úgy kell több cuccból összerakni. És látszik, hogy három különböző durability-e van. Van egy a flint headnek, tehát amiből a kő teteje van, van egy a pálcának, ami a fogója, és van egy a kötözésnek, amit rátettünk, és ugyanez igaz a késünkre is, annak a kötözője fog leghamarabb tönkre menni. Na, de ez egy szép nagy fa. Itt úgy működik, hogy a fa magasságától függően, vagy a fa méretétől függően több ideig tart kivágni. Látjátok, elég lassú, viszont az egész fát ki fogja dönteni, vagy hát ki fogja így ütni. És remélhetőleg az egész fejszer nem törik bele egyből, mert ez egy viszonylag magas fa. Na és akkor találjuk ki, hogy hol blokkoljunk át. Én arra gondolok, hogy talán itt. 19 blokk, reméljük, hogy ez elég lesz. Hát éppen hogy. Ez az clay a víz alatt? Furcsa, azt nem láttam még, azt nem tudom, hogy mondtam az előző videóban, de 1.19.8, vagy valami ilyesmi verzión játszunk, amiben van valami új ilyen víz alatti cucc is. A verziószámot azért fontos megemlíteni egyébként, mert egyrészt viszonylag sűrűn változik, még akkor is, ha minor version, de én úgy gondolom, hogy viszonylag sokszor változik a major version is, ami azt jelenti, hogy elég gyakran kerülnek be új dolgok, hát van egy barlang, ez lehet jó kiinduló bázis például. Például a következő verzió az egy pont 20-ba lesz hajókázás, meg ilyesmi dolgok. Míg az 1.18-ról 19-re azt hiszem egy rengeteg sok új állat került be a játékba, meg nem is tudom még mi egyéb. Ezek is ilyen sziklák közti kis csatorna. Nem pont olyan szép, mint az első, amit láttunk, de nem is rossz.
Fázunk? Hideg van. Miért van? Megint csak megcsináljuk azt a straw hatet. Már csak a szél. Nem, tényleg nagyon fázunk. A képernyő szél elkezdett be fagyosodni. Mondjuk 68 fok van. Ez igazából reális, hogy hideg. Jó, ennél rosszabb lesz, akkor csak egy campfire-t. Viszont még jó tényleg, hogy így nem a vízbe jöttünk át, mert hogyha nedvesek lennének a cuccaink, akkor az kellemetlen lenne. Na jó, azt nem csinálunk egy campfire-t. Ami emlékeim szerint úgy működik, csak mondjuk ide, hogy hát ha az nem gyújt fel semmit. Így, ez most egy campfire, nem kell mindent berakni. Egyelőre csak mondjuk egyet, gyújtsuk meg. És most ezen sütögethetnénk is, de az még egy kicsit felesleges. De a lényeg, hogy elvileg megy fel a body temperature-ünk. Ja, erre nem számítottam. Mindegy, itt nézzük meg, hogy ebből a fából, vagy várjuk meg, amíg leég a tűz, jól leégett a tűz, akkor nézzük meg ebből a fából, mennyit tudunk kivágni. És még mindig maradt egy icipici durability a fejszében. Előre tegyük le ide, hogy állunk testi mérséklet. Oké, elfogadható. Jó. Van egy hidunk. Nézzük meg a másik oldalát akkor ennek. Ez sok kettél itt jó, mert jó lesz kötözőnek. Igazából egy párát lehet vegyünk is el. A legelején tényleg az első pár napban a hunger, hogyha csak futkostok, akkor egy csomó bogyót lehet találni, és az eléggé trivializálni tudja egy ideig, de azért nem sokáig, főleg azért, mert ezek spoilolnak, tehát ez most 3 napig jó, ugye ez a stack így, de ez például már csak 21 órát, a turnip a szerencsére tovább bírja, az 16 nap. Na nézzük, mi van itt. Ez is elég jól néz ki. Persze se annyira jól, mint a mind a másik világban. De azért faszás. Ma is ez itt kivezet valami nagyobb vízre.
több rom. Az szintén nagyon jó nekünk még a játék elején. Főleg, hogyha valami jó loot van benne. Felásnánk, akkor lehet alatta lenne, de most egyelőre mindegy, ott mint lenne még. Ha itt van egy farming vessel, nem annyira. Nem kiesett a vessel, az mondjuk jó, mert ezt tradereknek el lehet vinni. És most épp vannak tradereink is. Ja, itt kb. Nincs semmi, viszont van quartz, amire egyelőre nincs szükségünk, de majd lesz. És ez egy szép nap nyitott rész. De egy pici lebegőszigettel. Na, én amondó vagyok per pillanat, hogy így is úgyis akartam cobblestone gyűjteni, akkor álljunk neki itt. És találjuk, hogy hol lesz a bázis. De emlékeim szerint itt a cobblestone-t, ha lerakom, akkor az ott marad, ahol volt. Viszont arra kell figyelni itt ilyenkor, hogy a kitört darabok, tehát amiből hiányzik, azt nem tudjuk elvinni még. Később lehet csinálni ezt a glue-t, az is egy olyan dolog, amivel én még nem találkoztam a játékban. De elvileg akkor meg lehet csinálni, és ki lehet ütni a többit is. Nekünk egyelőre most csak az egész blokkok kellene. Na. Miért nem megyünk ki? Ez fúj volt. A víz alatt azért minél kevesebb időt szeretnék lenni, tehát akkor inkább próbáljuk meg a többi romot. Mondjuk. Jó, egyelőre elegedjünk meg 27 blokkal. Ez nem sok, de legalább valami. És találjuk, hogy hol lesz a bázisunk. Ha jó irányba megyek. De azon a barlangon gondolkozok arra. Gyanta, na ez jó. Jó, ide majd alkalomattán visszatérünk. És tutira nem fogom elfelejteni, hogy hol van. Nézzük, hogy tudunk oda jutni a legkönnyebben. Valószínűleg úgy, hogy ha oda blokkolunk át, és ott felmegyünk. Viszont ez itt elég széles. Legyen itt. Ez a gravel elmozdul? Amúgy nem tudunk plánkeket csinálni, még ahhoz kell a fűrész.
mostanában, amit tudunk csinálni, bár nem szerettem volna. Az ilyen cucc. Tökéletes, így lett kitalálva. Ah, itt is van rezin. Jó. Csináljunk akkor ebből valami okosat. Elsőre nem fog kelni olyan hűden nagy hely. Szóval most az a fontosabb, hogy biztonságos legyen, nem az, hogy szép. Spawnolt több drifter is. Jó. Vettem az adást. Na, ezen elvileg most nem tudnak itt bejönni. A fejünkre esni nem tudnak. Mi azt jelenti, hogy csak onnan tudnak már jönni. És ha csinálok valami ilyet, akkor elvileg már innen se. Ugye itt a sötétbe tudnak spawnolni. De ha lerakjunk egy ilyet, rakjuk egy feljebb, akkor már azt se. És több felkelt meg easy peasy tudunk csinálni. A grassból kell egy, nem a kettőből kell egy. Még nem tudom, hogy csináltam most ilyen sok fákját, mert egyszerűen is csak egyet fogunk valószínűleg használni, de nem baj. Ó, és ezt, ezt egyáltalán nem így terveztem, na. Ó, nem lehet rátenni, de rossz. Nem mindegy. Ezek csak még sok ideig bírják. De ha az ember időnként lecseréli őket, akkor kicsit tovább. És elvileg ezek nem fognak kigyújtani semmit. Úgyhogy... menjünk vissza a Trader Campbe. Tudom még vajon ütni, úgyhogy vissza szerezzük, nem. Jó. Na. Oké. Okay. Le tudjuk tenni ezt. A beat-et talán. Igen. Magukat talán, nem, nem baj. Jó, ezekkel el leszünk, ezt még le tudjuk tenni. Oké. Okay. Na, hogy tudunk kimenni és visszajönni egyébként? Hát itt is mindig kiütünk egy blokkot, I guess. Eddig nem láttunk túl sok állatot, de a következő epizódban szeretnék vadászni.
Mármint, hogy olyan állatot, ami... hogy hívják? Nagyobb állatot. Tehát ilyen... kecskét, vagy akármit. Na, valahol erre volt a Trader Camp, talán a kis dombocskának a túloldalán. Igen, valahol erre. Na, malacok. Ez például jó lesz levadászni. Na, ott van. Na, vagy. Az éjszakát valószínűleg megint itt fogjuk eltölteni, bár még lehet, hogy hazaérünk időbe. Csak nincs el. Oké. Inventory management. Most a granite stone kell a keresbe. Ezt azt hittem, hogy ezt a kától lesz, de nem baj, végül is meg lett mindenünk. Na te mit? Ha még várni kell, amíg új cuccai lesznek, de úgy sincs semmi, amit kb. Ki tudnánk árulni. És mi a helyzet veled? Hát neki se. Jó, szerintem próbáljunk meg hazafutni. Ez egy hülye döntés, de én bízok magunkba. Nem akkora távolság. És az lesz akkor majd szerintem az epizód vége. Mert most éjszaka sok mindent nem tudunk csinálni egyelőre, szerintem. Ez messzebb van, mint gondoltam azért. Amit csinálhatunk esetleg még most, éjszaka, az egy kis kis rákészülés a vadászatra. Itt biztonságban vagyunk. Ennek oda, úgy. És... ja, tényleg elhozhatok volna onnan a főzőedényt is, mindegy. Hú! Kettélünk van. A kettélből tudom, hogy lehet csinálni egy... Nem a handbasket-re gondolok, mert az ez, hanem erre. Ó, az nagyon sok kell.
Viszont egy ilyet majd jól lesz, ha tudunk csinálni, mert akkor az lesz, amiben tárolni tudunk dolgokat effektíve. Mert most ugye eléggé tele van az inventorink, és elég kín itt a inventory management a játékban. Szóval amit mondtam, hogy megpróbáltunk rá készülni egy kicsit a tradingre, vagy mi a huntingra, az egy olyan dolog, hogy tudunk csinálni ilyen spearheadet. És minimum 4 láncsával fogunk elindulni. Tehát annál kevesebben biztos nem. Majd hántolni. Ugyanis azok... Most véletlenül eldobtam, de... Ja, ez kb. A legjobb módszer arra, hogy az ember csinálja valami értelmeset. És 4 ilyen az elég minimum ahhoz, hogy valami jó jó eredménye legyen a huntnak, majd ha ott az a malac például még ott lesz, akkor megpróbáljuk őt elfogni, vagy meghalunk. Tehát az mindig lehetőség. Amit még megcsináltunk, az a butchering table. Nem ez a verziója. Advanced, hát ilyet sem tudunk, mert ez iron plate kell, de primitive butchering table-t meg tudjuk valószínűleg csinálni. Ez elég easy-n. Stone fog kellni hozzá, meg ilyenek. Ami még kell hozzá, az előbb láttuk ezt a flint hookot, azt fog még kellni hozzá, hogy ezt megcsináljuk, úgyhogy azért jó is, hogy egy részen gyűjtöttünk, mert erre kell majd rárakni az állatokat, amiket elkaptunk, hogy megnyúzzuk, és utána lehet rendesen bacsorálni belőle. Na, úgyhogy egész jó, hogy nem haltunk még meg. Én ennek örülök, kiemelkedő teljesítmény, hogy még élünk. Most mindjárt meg fogom csinálni a többi lándzsát, vagy akármi ez, dárda, spear, lándzsa, és és akkor neki fogunk állni állatokat gyűjtögetni, hogy legyen valami alapkajánk, és utána majd rá kell állni valószínűleg, igazából nincs egy fadrabunk, de lehet, hogy amit még előtte meg lehet csinálni, visszamenni az összes romnál, ahol voltunk, és összegyűjteni a bóni szoilokat, és lehet csinálni egy ilyen... ugye megkeressük valahonnan, knife-al lehet ezt a wooden pent csinálni, és akkor azzal az a lényeg, hogy így beáll az ember a vízbe, és így kimossa a földet, és úgy lehet csinálni a gravelből, nem, de a homokból, meg a bone soilból kifejezetten abból lehet gyűjteni egy csomó cuccot, például koppert, vagy arrowheadeket, vagy gyertyát, például ami nekünk most nagyon-nagyon jól jönne. De ezek ilyen, szóval sok tervünk van, és még kevés lehetőségünk, hogy valóra váltsuk őket. Na, de a következő epizód akkor hunting lesz, ami lehet, hogy nagyon kudarcba fullad, vagy nem. És megcsináljuk a butchering table-höz a mindent is, tehát a butcheringet fel akarom állítani, hogy el tudjuk kezdeni csinálni. És akkor elkezdjük a koppergyűjtést, hogy tudjunk csinálni egy hammert, azt hiszem, hogy is van, tehát a crucible-be, tehát a fire pit-en a crucible-be kell megolvasztanunk, és ahhoz charcoal is talán fog már kelleni. Lehet, hogy fog kelleni hozzá már charcoal is, amihez akkor azt is kell csinálnunk. De az viszonylag easy, lehet az lesz az első akkor, amivel kezdjük, mert ez viszont sokáig tart.
hogy tudjunk koppert olvasztani, hogy legyen egy kalapácsunk, hogy tudjunk csinálni majd egy üllőt, meg egy csákánynak, mit tudom én. Bár azt hiszem a kalapács az nem is annyira kell még, igen, mert a pickaxe-et egy ilyen pickaxe moldból csinálja az ember, amit technikailag már elkezdhetünk most megcsinálni, mert ki kell tüzelni. Úgyhogy azt majd még megcsináltam a következő epizódig, vagy most, amíg pofázok. De ja, a lényeg az ennyi. Úgyhogy ez most már akkor kirakom, hogyha elkezdtem, de azt már csöndbe. És a következő epizódig. Szervusztok!